Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Mi a terve? Mit tervez veled kapcsolatban? Ez a felvétel egy személyes jóslás csillagvirág számára. Kedves csillagvirág, köszöntelek téged, ez most a te videód, és feltesszük a kérdést, mi a terve. Először megtekintjük azt, hogy mi az ő jelenlegi helyzete, ezt mutatja itt ez a kártya. Itt az érmékről van szó. Az érmék jelentik az anyagiakat, a munkahelyi viszonyát, a biztonság érzetét. De ő most szomorú, és vannak itt sérülések és félelmek is. Félelmek az anyagiak miatt, fél, hogy elveszíti a munkáját, de ennek a kártyának van egy más jelentése is, mégpedig az értékek. És ez nem csak a vagyoni értékekre utal, hanem a belső értékekre is. Ő most itt összeomlott és szomorú, holott fel kellene, hogy álljon, mert a háttérben ott van a megoldás. És ezt mutatja itt ez a kép, ez az ablak, ez olyan, mint egy szent hely, mutatja az isteni hatalmat, meg azt is, hogy minden rendben van, de oda kellene, hogy nézzen. Nem csak az isteni segítségre, hanem a te segítségedre is. Rád kellene, hogy nézzen, elgondolkozni a történteken, és ezt rendbe kellene hozni. De amíg ő itt a földön ül, és oda sem figyel az értékekre, akkor ez nem megy tovább. A második kérdés pedig az lenne, hogy mi a terve? Itt mutatja ez a kép, ez a kártya, és itt uralkodásról van szó. Előfordulhat, hogy valaki uralkodik felette, és ő ezt be akarja fejezni, mert itt vannak sérülések. De azt is jelentheti, hogy ő uralkodni akar a dolgokon, és kívánja azt, hogy te ő így tekints rá, mint egy uralkodóra. A következő kérdés, mi áll most nála a középpontban? Megint az érmék jelennek itt meg, az anyagi dolgok, a hivatása és az értékek. Ezen a képen a család látható. Az érmék jelentik a biztonság érzetét is, és neki ez nagyon fontos, a családi nyugalom. Van valaki az életében, aki hat rá, és ha igen, akkor hogy? Itt a hold mutathatja az anyukáját, mert ez szimbolizálja az anyai érzéseket, de ha egy hölgy van a háttérben, akkor ez a hölgy most visszahúzódó, vannak reményei, és vár arra, hogy ő jelentkezzen újra nála. Az annyit jelentene számodra, hogy kettőjük között most nincs kapcsolat. Mi változik nála, vagy mit szeretne megváltoztatni, azt mutatja itt ez a kép. Ő kezébe veszi a dolgokat, bátor lesz, mutatja a lelkesedést, és ő aktívan fog hozzád közeledni. Ez nem csak a lelkesedésre utal, hanem ez a tüzes testi kapcsolat, amit ő átélni szeretne. De mivel itt ezen a képen egy ilyen fiatal fiú látható, az jelenti azt is, hogy ő kis lépéseket tesz,
tehát nem fogja eltúlozni az eseményeket. És milyen kapcsolat van kettőtök között? Itt látható a testi kapcsolat a tűz elemével, és itt jóra fordulnak az események, mert ez varázslatos lesz. Tehát van itt ez a varázs erő is köztetek. Van egy hölgy a háttérben, van valakie, ez a tolvaj itt azt mutatja, hogy ez a hölgy már nincs itt, valaki ellopta tőlem. Az is lehet, hogy ennek a hölgynek van egy új kapcsolata. De ez a kapcsolat kettőjük között most már befejeződött. És hogy áll ő ehhez a hölgyhöz? Itt voltak viták és veszekedések. Valószínűleg örül annak, hogy már nincs itt. És mi a kapcsolat kettőtök között? Itt te vagy látható. Álmatlanság, fejfájás. Te sokat gondolsz rá, és nem hiszel abban, hogy újra lesz itt egy új kezdet, valami nyomaszt téged. És ezeket a gondolatokat, ezeket a fájdalmakat és félelmeket be kellene, hogy fejezd. Pontosan erre utal ez a kard. Vágd ezt el, és gondold át újra az eseményeket. Mert van kapcsolatotok, néha van testi kapcsolat is. Tehát megvan arra lehetőség, hogy egy új kezdet legyen kettőtök között. És mi az ő terve, mi a jövő kettőtök között, ezt mutatja itt ez a fő pap. Ez meg van írva a sors könyvébe, hogy ti összejöttök újra. Erre ő esküszik is, és ő bízik abban, hogy minden jóra fordul. Az is lehet, hogy ő hisz ebben az isteni segítségben. Most megkérdezem az ingát. Lesz egy új kezdet köztetek? Újra összejöttök? Igen, nem, vagy minden olyan bizonytalan. Ha az inga jobbra fordul ki, akkor az azt jelenti, hogy lesz egy új kezdet. Ha az inga balra fordul ki, akkor zárd le ezt. Amennyiben az inga megáll, akkor minden olyan bizonytalan. A válasz, igen, itt lesz egy új kezdet. Tehát reménykedhetsz abban, hogy ő visszatér hozzád. Ha én ezt a képet, a gondjaidat, meg ezt a főpapot itt nézem, ez arra utal, hogy van köztetek egy kármikus kapcsolat, egy kármikus szerelmi kapcsolat. És ott mindig vannak leckék, amit meg kell, hogy tanuljunk. És ő szeretné, ha te bíznál benne, és szeretné, hogy megszabadulj ezektől a gondolatoktól és félelmektől, mert ő ismeri a lelkedet. Ez egy mély szerelem, és itt változások vannak, belső változások. Ez bizonyára nem tudatos nála, de a belső hang, amire ő hallgat, azt súgja neki. Maradj a háttérben, mert az ő leckéje az, hogy bízzon benned, bízzon ebben a szerelemben. Ez lehet egy ok, hogy ő most így viselkedik, és egy kicsit visszahúzódó. Kedves csillagvirág, így tudtam megválaszolni a kérdésedet. Köszönöm, hogy hozzám fordultál, kívánok neked minden jót, nagyon sok szeretettel, Dendera.
És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!